Köszöntöm a hatos csatorna nézőit, a Spillerek mai vendége Grecsó Zoltán, koreográfus, táncművész. Köszöntelek. Én is köszöntelek, tényleg, Klári, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Igazán nincs mit. Számomra megtiszteltetés, Zoli, hogy itt vagy. Zoliról tudni kell, hogy évek óta koreográfusként, táncmesterként dolgozik. Létrehozta a Villany Leo improvizációs műhelyet, amit most már 2009 óta működtet. Ő csinálta a Punani Masszív legutóbbi klipjének a koreográfiáját. Alkalmazott koreográfusként is dolgozott idén Újvidéken, a Csárdás királynő című színdarab, vagy zenés darabnak csinálta a koreográfiáit. Mi az, ami miatt a táncot választottad? Azt elfelejtettem mondani, ezt a fontos információt, hogy a testvéred, bátyád, Gecsó Krisztián pedig író. Tehát, hogy mi az, amit miatt te a táncot választottad, ezt a fajta kifejezési formát, és mondjuk nem az írást? Ez jó, hogy végül említetted, hogy a bátyám író, mert én is voltam egyszer egy szép írók versenyen. Ezt nem így diákköltök, diákírók tábora van szerintem azóta is, hogy én ott voltam, és még a bátyám is ott került felfedezésre, Sárváron van, és a Kemény István szervezésében van ez a csodálatos verseny, és ott mondták, hogy szerintük egy Grecsó elég erre a pályára. Tehát, hogy alapvetően egy kedves hátbaveregetéssel, mert egy külön díjat kaptam minden esetre, azt mondták, hogy nem biztos, hogy meg kéne próbálnom nekem is írni. Ami egyébként most így utólag belegondolva valóban nem lett volna túl szerencsés, hogyha én is íróként próbálok meg érvényesülni ugyanezzel a névvel. De igazából nem is volt ez kérdés különösebben, mert hogy a legelső gondolatom volt a tánc már pici gyerekként, csak aztán hagytam magam elúszni mindenféle árral, és változott egy csomót ez az elképzelés. De hogyan? Színész akartam lenni később, és inkább a színház vonzott, de mint ahogy ez most is látszik, beszélni azt nem tudok. Tehát így de hogy nem. Sokkal egyszerűbb maradt, hogyha én a táncnál maradok. De figyelj, mert az, hogy a lányok táncolni akarnak, az egy bevett dolog, minden kislány tütőbe ottan táncikál, de a fiúknál azért nem olyan gyakori, hogy már ilyen kiskorban azt tudják mondani maguk, hogy én már pedig táncos leszek. Volt a családban valaki, aki mozgással, tánccal foglalkozott, vagy egyszer csak jött belőled? Az volt az én nagy szerencsém, ami se előtte, se utána nem volt. Egyébként az nagyon érdekes az életben, hogy nekem mindenki életében, de hogy az én életemben is, hogy egy csomó olyan lehetőségem volt, ami se előtte, se utána nem jelent meg senki másnak. De hogy akkor a Szegvár polgármesterének, az akkori iskolaigazgatónknak az volt az elképzelése, hogy ő ki mit tudokat rendez a Szegvári Művelődési Házban. És gondolom, hogy én őrületbe kergettem a szegvári akkori nagy közönséget, de hogy én azon minden egyes alkalommal felléptem, és az esetek nagy részében tánccal, amiket én magam koreografáltam. Most el tudunk képzelni, hogy egy 7 éves gyermek az milyen koncepcionális, és milyen, tehát hogy mik azok a szempontok, támpontok, amiket figyelembe vesz, amikor egy ilyen koreográfiát elkészít. Egy jó barátom mondta ezt 20 évvel később, hogy azt te voltál, hú, de utáltunk. Tehát, hogy én tényleg a szegváriak idegeire mehettem azzal, hogy én egyfolytában expresszív módon nagyon ki akartam magam fejezni, és mindig a testemen keresztül, tehát mindig a tánccal. Így aztán ez egy egyértelmű üzenet volt a szüleimnek, hogy valamit most már kezdjenek velem. És akkor az édesanyám mondta, hogy más lehetőségünk nem volt, mi szegváriak voltunk, és a legközelebbi dolog a néptáncon kívül, amire már akkor jártam, az egy társas tánctanfolyam volt Szentesen, és akkor ő mondta, hogy jó, de engem beíratott. És aztán én ott 7 évig társas táncoltam. És az egyébként mennyire alapozta meg azt a tánc tudást, vagy azt a tánc kifejezési formát, amit később csinált? Tehát a társas tánc, én azt gondolom, nagyon messze áll a kortárs tánctól. Tehát nem tudom, hogy egyáltalán bármit használ belőle, azon kívül, hogy testtudatos. A tengely, tehát az, hogy forogni megtanultam, esetleg az segített rajta. Nagyon sok dologgal küzdöttem viszont, hogy megtanuljam, mert hogy egy magas sarkú cipőben kellett nekem nagyon sokáig csacsacsáznom, most ez egy magas sarkú, ez egy 2 centit, de gondolom a tévénézők tudják, miről beszélek, meg te is tudod, hogy ez egy fél magas talpú cipő, amitől a súlypontod túlságosan előre helyeződik, amitől egy picit lordózisod lesz, és a gerinced úgy hajlik meg, hogy a fenekedet, mintha ki szeretnéd dugni, és a mellkasod is megnyílik, tehát lesz egy ilyen büszke tartásod, ami a
ami a kortárstánc az egyáltalán nem való. Tehát, hogy sokat küzdöttem miatta, ugyanakkor meg abban igazad van, hogy valahogy mégis sokkal gyorsabban tanultam meg a kortárstánc alapjait, amit már Linzben kezdtem el, mintha egyszerűen csak beestem volna az utcáról. De ez csak lehet, hogy én gondolom így. De akkor ez azt jelenti, hogy amikor 7 év, azért az sok idő, tehát akkor az azt jelenti, hogy szeretted a társastáncot. És ezt nagyon-nagyon komolyan végeztem, mert a Váradi Martina, aki most, bocsáss meg, hogy nem vagyok nagyon otthon ebben a szakmában már, de hogy vagy világbajnok, vagy valami második, vagy, tehát hogy valami, tehát ő ezzel is foglalkozik, és ő ebből aztán ebben sokra is vitte ebben a dologban nagyon. És ti tehát, együtt dolgoztatok? Mi az első 7 évet azt mi együtt, igen, és az ő édesanyukája nagyon-nagyon sokat, neki nagyon sokat köszönhetek, mert hogy ő nagyon sokat menedzserelt minket, és folyamatosan jártunk, minden versenyen ott voltunk, és mindig addig maradtunk, ameddig csak lehetett egy próbán. És akkor mi az, ami ellökött a kortárstánc irányába? Láttál valamit, megismertél alkotókat? Mi volt az a pillanat, amikor azt mondtad, hogy inkább ez az én utam, és nem pedig a kitolt fenekű kortárstánc? A Lőrinc Kati mesélte nekem, hogy az a kedvence, a Táncművészeti Főiskola egyik kiemelkedő alkotója, és ezen kívül a Színművészeti Egyetemen is ő volt a mozgástanszék vezetője, de hogy ő említette nekem, hogy azt szereti a legjobban, mert mindig megkérdez a gyerekeket, hogy és mit láttál, mi volt az a tánc előadás, amit láttál, és mindig mondják, hogy hát vittek minket, és ez most csak onnan jutott eszembe, hogy hát minket is vittek Szegedre, tehát Szentesre jártam a Horváth Mihály gimnáziumba, és mi is mentünk Szegedre tánc előadásokat nézi, de akkor én már nagyon a színház felől közelítettem a dolgokat, és nagyon színész akartam lenni. És igazából akkor nyert ez visszaigazolást, hogy én maradok a néma kifejezésmódnál, amikor az Artusba látogattam el először itt a Stregova úton. Tehát a Goda Gábor társulatát láttam először, a Noé trilógiát láttam, és még a Pintér Béla volt a főszereplője. Én 18 éves voltam akkor, és akkor ez nem volt már egy fiatal előadás, és úgy éreztem, hogy teljesen le vagyok nyűgözve, és hogy ehhez foghatót én még sosem láttam, és hogy mindig is ezt kerestem. Ez volt ez a nyelv, amiről aztán nem sokkal később megtudtam, hogy ez a fizikai színház, hogy ez az a nyelv, amit én nagyon kerestem már a gimnázium alatt is. De ezt akkor lehetett Magyarországon tanulni, vagy csak így ilyen kisebb társadalmakhoz csapódva lehetett elsajátítani? Tehát volt ennek képzése? Vagy pedig most van először, és azon én már oktatok, most a Színművészeti Egyetemen van egy fizikai tanszék, amit a Horváth Csaba kezdett el, és ennek a képzésébe már belefolyok, de igazából nem lehetett akkoriban még a... Ugye ez a 80-as évek végén kezdődött el Magyarországon, és azt mondta a Gábor, hogy ők úgy kezdték el, hogy megbeszélték, hogy 9-től 4-ig mindenki ezt csinálja, és él, amiből akar, de nem nyavajog. Tehát, hogy nagyon szélsőséges körülmények között kezdődött el ez az országban, és ez egy nehéz műfaj volt. Mindenképpen először táncos képzés felé kellett elindulni, és utána lehetett választani afelől, hogy milyen módszerek és milyen metodikák alapján fejlesztem a testem, és azt hogy viszem el abba az irányba, hogy ebből aztán... Mert hogy gondolom a televíziónézők közül nem mindenki tudja, hogy milyen lehet az a fizikai színház, sokkal naturálisabb, sokkal emberközpontúabb, mint mondjuk egy esztétizáló, tehát hogy a szépséget előnybe helyező táncművészet. Tehát a klasszikus balett. Vagy a klasszikus balett az mindig minden körülmények között valljuk be őszintén szép. Én a fizikai táncot inkább naturálisnak nevezném ebben a helyzetben. Tehát hogy lehetne ezt elképzelni. Nagyon természetesek azok az alkotók, akik fizikai színházat csinálnak. És akkor ez azt jelenti, hogy elkezdtél társulatokhoz kapcsolódni, elkezdtél ott föllépni táncosként, ugye eljutottál a Frenák Pál társulatába is. Mikor jött az a pillanat, amikor úgy érezted, hogy ez már kevés, már nem elég, hogy táncos vagyok, már a saját gondolataimat akarom kifejezni, vagyis koreografálni szeretnék? Először is megnyertem egy szólóversenyt Prágában. Talán ez volt az első löket, és ennek kapcsán nekem kellett csinálnom egy előadást. Tehát, hogy az első vállalkozásom az nem volt annyira az én döntésem, hanem sokkal inkább egy kényszer volt, de utána
utána megéreztem ennek az ízét. Tehát, hogy én nem... Igazából nekem ez egy játék, vagy én ezt nagyon élvezem, nagyon szeretem, nagyon megfigyelni. Talán akkor vagyok a leginkább benne abban, amit csinálok, amikor nagyon figyelek. Ezért ugyanennyire szeretek például zsűrizni is, vagy még egyszerűbbet mondok, egy előadást nézni. Tehát, hogy egy előadást nézni, az nekem pont ugyanakkora élmény, mint amikor a saját előadásomat koreografálom, mert hogy nagyon kell a részletekre összpontosítanom, és amikor így lekötöm a figyelmem, az nekem mindig nagyon jót tesz emberileg, és tudom, hogy nekem ez a legfontosabb, és így tudok teljes értékűen kibontakozni. Az, hogy táncosként te vagy a színpadon, te érvényesülsz, koreográfusként meg abszolút a háttérben kell, hogy meghúzódj, és ez két nagyon más típusú emberi attitűd. Melyik áll hozzád közelebb? Tehát ugye nyilván az ember azért megy a színpadra, mert szeretné magát láttatni, nem? És akkor aki meg nem megy a színpadra, az meg pont nem akar látszódni. Hát ez egy nagy ellentét, valóban ezt nagyon jól látod. Most, hogy kint voltunk egy koprodukciós produkción keretén Amerikában, és a Jonah Bokaerrel dolgoztam, ő mondta, hogy én egy olyan állat vagyok, aki erre a színpadra van teremtve. Egy kicsit akkor úgy, egy picit visszaigazolva éreztem ezeket az éveket, tényleg én is így éreztem, csak ezt még soha nem mondta így ki senki, és olyan jól esett, és azt éreztem, hogy igen, én ezt a színpad dolgot, én tényleg nagyon otthon érzem magam, és hogy nagyon jó nekem itt. És attól kimondta, ettől aztán létjogosultságot nyert mindent, amit csináltam. De amikor az Uri Dóra érdemes művésznő Pécsen azt mondta a képzeletbetegem láttán, hogy Zoltán, te tényleg nem vagy normális, az mégis sokkal jobban esett. Tehát, hogy... Ott koreográfus voltál? Ott koreográfus voltam, igen, és tudtam, hogy amit néznek az emberek, az most kicsit kiforgatja őket a mostani érzéseikből, és egy kicsit összekeverednek, mint amikor valami David Lynch filmet nézünk, és egyszer csak teljesen máshol folytatódik a történet, mint ahogy mi azt gondoltuk, hogy fog. Tehát, hogy, és most nem szándékosan becsapni az embereket szeretem, csak szeretem őket egy kicsit úgy meglepni, hogy nem mindig tudják, hogy hol vannak, és kikkel, és mi történik. És a végén oda nyújtani nekik a fonalat, hogy visszataláljanak a labirintuson keresztül, hogy ezt én nagyon szeretem, és a Villeneuve-ban is pontosan ezt szeretem, és én gyakran hátrafordulok, és imádom nézni az embereket, és engem egyáltalán nem zavar, hogy most akkor én megmutatkoztam, vagy nem. Ez mondjuk 20 évesen egy valóban gond lett volna, tehát hogy biztos, hogy szerettem volna a büfében engem is látnak, hogy én voltam az alkotó. Most ez valóban hidegen hagy. De azt mondod, hogy a közönség mit lát. Mennyire érti a közönség a táncot, a kortárs táncot, a fizikai színházat? Vagy mennyire lényeges az, hogy megértse, hogy mi történik a színpadon, vagy csak az érzetek felkeltése a célja? Szerintem az a legfontosabb, hogy jól érzze magát. Tehát az, hogy olyan élményt kell, hogy nyújtsunk, amire legközelebb is szívesen eljön. Hogyha az első randevúján az én előadásomra ül be, és a szörnyű, és a lány azt mondja, hogy most nincs kedve mégsem meginni ezután semmit, az én kudarcom is. Tehát, mert onnantól kezdve teljesen jogosan fogja azt gondolni ez a fiú, hogy na hát Grecsóra többet soha. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy én legalábbis én ideje most ezt vallom, hogy élményszámban menjünk, hogy most mit ért abból, amit én most közvetíteni akartam. A barátaim szerint semmilyen háttértudást nem lehet szükséges ahhoz, hogy egy előadást létrehozzunk. Én meg pont szeretem a háttérinformációkat, hogyha benne vannak, mint asszociatív. Tehát egy kicsit hajlok a koncepcionalizmus felé abban a tekintetben, hogy én szeretem, hogyha megjelenik egy kornak a történelme, egy kornak az üzenete, a műnek a háttértörténete. Én szeretem, hogyha sok úton, módon kommunikálunk, és akinek ez átjön, az átjön, akinek nem, de a végeredmény ugyanaz, hogy egy élménnyel távozik a néző. Ezt most nehéz lenne megfogalmazni, hogy mi az, de,
de én valami nagyon ódivatú módon így aztán egy katarzis élményben hiszek, hiszen azt szeretném, hogy az ember, aki a néző, aki az előadásaimat nézi, az valamilyen élménnyel gazdagodjon, valamilyen érzéssel menjen haza. De hogy áll egyébként maga a kortárs táncszínházi szakma és a közönség párbeszéde? Most az, hogy egy grecsót értenek vagy nem értenek, ugye? De hogy hogyan értenek másokat, vagy mennyire van szükség arra, hogy egyáltalán értsék ezeket az előadásokat? Tehát, hogyha most kitágítjuk, nem csak arról van szó, hogy te hatni akarsz, és te a katarzis felé törekszel, de hogy működik-e ez a fajta párbeszéd a közönség és a szakma között? Van egy nagyon erős mag itt Budapesten, aki, bocsánat, hogy ezt mondtam, hogy Budapesten, de valóban nem túl sok kortárs táncszínházi előadás van vidéken. Tehát, hogy van egy nagyon erős mag itt Pesten, aki nézi ezeket az előadásokat, és lehet tudni, hogy azokra az emberekre úgy számíthatunk, hogy nekik tényleg ez okoz katarzis élményt, és nem a színház, ahol egy az egyben megkapja, vagy nem ez, tehát nem a színház, ahol egészen más módon kapja meg azt az élményt. Tehát, hogy mi más tudunk neki biztosítani, és neki ez okoz függőséget. Ez egészen egyértelműen felmutatható itt Budapesten, és ennek a száma is nagyon jól látszik. Tehát szerintem ez a kommunikáció, ez nagyon jól megy, és azon túl pedig egyre több a világhírű magyar kortárs alkotó, tehát hogy kezdünk egy nagyon érdekes kis sziget lenni itt Közép-Európában. De amikor a Villany Leót, az improvizációs műhelyedet elindítottad, akkor nem volt egy olyan szándékod, hogy tágítsd ezeket a határokat, és érthetőbbé tedd a szélesebb közönség felé, vagy számára magát ezt a kortárs táncot? Tehát ugye ott nem csak professzionális táncosok kapcsolódhatnak bele abba a munkába. Igazából de professzionális vagy félprofessionális emberek kapcsolódhatnak be. Az biztos, hogy először mindenképpen az volt a célom, hogy én bemutassak embereket. Tehát, hogy jelenjenek meg ott táncművészek, és azok mutassák meg, hogy ők hogy improvizálnak. Tehát, hogy ez már egy beavató jellegnek mondható, hogyha így tetszik, és mivel hogy ez a Tűzraktérben indult el, annak idején a Hegedű utcában, ez nagyon gyorsan, nagyon népszerű lett. Tehát, hogy annak azonnal elérte a célját, tehát, hogy nagyon sokan nézték. És aztán, mikor átmentünk az Erzsébet térre, az akkori Gödör klubba, akkor aztán meg ilyen szempontból teljesen beteljesült, hiszen egy gombostűt nem lehetett leejteni, és ezek az emberek, akik eddig függetlenül jelentek meg, mint szólisták, elkezdtek összedolgozni, és elkezdtek előadásokat létrehozni. Ez tőlem független volt. Én egy dolgot csináltam, én szerveztem, és táncoltam benne. Most már ez egy egészen más történet, mert most már kifejezetten beavató jelleget is vett ez a történet, és azon túl pedig nagyon igyekszem azon az úton maradni, hogy megjelenjenek a koreográfusi eszközök, megjelenjenek a táncművészet különböző színfoltjai, tehát hogy minél többet tudjon mutatni magából ez a dolog, és ennek ellenére mégis minél közvetlenebb legyen. Tehát ne az legyen, hogy megérkezik, leül, lekapcsolódik a villany, és sötétben marad, hanem érezze azt, hogy ez a táncos itt van az orra előtt, és ennek a táncosnak gondolatai vannak, érzései vannak, és most nagyon figyel. Tehát, hogy ez egy nagyon húsvérszínház, ami ott zajlik az emberek előtt. És ezt pontosan tudják, és szerintem ezért lehet az, hogy most júliusban 7 évesek leszünk, tehát hogy megéljük ezt, mert egyszerűen mindig volt ránk igény. Mindig. Tehát Villany Leó most is van, mégpedig a jelenlegi Gödör, de hogy úgy ez, hogy működik. Ma este, igen. A mostani Gödör klubban, ami a Király utcában. Király 8-10-ben, tehát mindenkinek ajánljuk figyelmébe a Spitz műhelyben. Még utolsó kérdésként gyorsan arról beszéljünk, hogy alkalmazott koreográfusként, tehát színházi előadásban, a Csárdás királynőben dolgoztál először. Mennyiben más egy rendező keze alá dolgozni, mint amikor saját magad valósítod meg a saját produkciódat, ahol koreográfus és rendező vagy egy személyben? Sokkal könnyebb szerintem, vagy nekem sokkal könnyebb. Tehát, hogy én sokkal jobban szeretem azt a helyzetet, amikor azt mondják, hogy itt ez a dal, és akkor adoptáld a te tudásodat,
amit valószínűleg most egy kortárs koreográfus, tehát hogy egy klasszikus értelemben vett csárdás királynő nem tudna befogadni, tehát hogy az én tudásom és az értelmezés esetlegesen keveredik, az és abból kisül valami, az számomra nagyon izgalmas. Hogyha csak én vagyok az alkotó, akkor az előkészületek, mi megszületik, ami egy csárdás királyban egy dal, és amihez én tudok majd asszimilálódni, amihez én majd adoptálni tudom önmagam, az egy nagyon hosszú folyamat, és nagyon sokáig tart, és egyre tovább. Tehát, hogy ha saját előadásokat csinálok, azt kell mondjam, hogy most már lassan fél év egy. Míg mondjuk egy csárdás királynőnél ez sokkal gyorsabb, mert ugyanaz, mint egy improvizáció, hogy látom a helyszínt, látom az alakokat, és nagyon gyorsan kell a helyzethez alkalmazkodnom, és ezért is hívják talán alkalmazottnak, és nekem ez mindig is nagyon jól ment. Ez a Úristen, csak 6 lámpa van. Hogy csak 6 lámpa van? Tehát, hogy ezek a helyzetek és ezeket a helyzetmegoldásokat én nagyon szerettem. Szerintem ez jöhet az improvizációból, de egy kiváló társulattal dolgoztam együtt Újvidéken, a Kárpát-medence egyik legjobb színházáról beszélünk. Tehát és a Táborosi Margaréta, aki a Csárdás király rendezője volt, ő nagyon nagy segítségre volt, és nagyon sok szabadságot adott nekem. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt így dolgozni, remélem még lesz alkalmam hasonlóakban részt venni. Az évadnak vége van, tudod-e már, hogy milyen munkák várnak rád nyáron, illetve a következő évad elején? A nyár az egy táncművésznek mindig olyan, mint a tücsök és a hangyának a tél. Tehát mi vagyunk a tücsök, aki mindig hegedül évközben. Tehát a nyár az egy fesztiválozósabb, sok üres, járatosabb, bocsánat. Tehát a nyár el fog telni. De már készülök a bemutatókra, mert hogy nagyon sűrűn követik egymást, és mint mondtam nekem, ezekhez sok idő kell. A Skinny-ben lesz két bemutatóm, az egyik az Orpheus és Eurydiké munkacímet viselő történet, amihez még nem fogtam hozzá, de a Simkó Beatrix-el fogunk a nyár elején hozzáfogni, és a Faun Alkonya, amit a Valencia James gyönyörű barbadoszi táncos nővel készítünk, ennek meg volt már a munka bemutatója. Tehát ennek már van egy arca. Ez most már alakul. Ez lesz talán októberben, ez követi ez az Orpheus dolog, ez követi az Orpheus munkacímet viselő, és nagyon szeretném, mivel nagyon sokáig tartott, mert nehéz falat volt a három nővér bemutatása, hogyha az pedig februárban megtörténne, és mindez mellett tanítok a táncművészetin és a színművészeti egyetemen is, ami azt jelenti, hogy egy nagyon összeszedett évnek kell elébe néznem, tehát hogy ennyi dolog csak akkor sülhet el, hogyha én nagyon, nagyon képben vagyok és nagyon észnél, úgyhogy próbálom a nyarat pihenéssel tölteni, hogy ez az év ne kezdjen ki engem. Akkor ehhez kívánunk sok erőt, kitartást, hogy föl tudj készülni megfelelően az őszi szezonra. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm, hogy megkívtál. Köszönöm szépen a nézőknek a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra. Én is köszönöm szépen.